Ez a szokásos Fritz Anikó egyéni vállalkozós tájképet láthatjátok. És akkor gyakorlatilag, amiről most szó lesz, az három darab újdonság, három darab frissítés. Ebből talán a legegyértelműbb, legszembetűnőbb az, hogy van már NAV online számla összesítő nézet, ami gyakorlatilag arról szól, hogy amit az ügyfeletek szállítói kiállítottak számlát, és bekerült a NAV online számla rendszerbe, azt már mi is jelöljük, és ugye ehhez köthetően, hogyha itt a beérkezett fájlok szekciót nézitek, a legutolsó sorban meg is jelent ez a NAV online számla lehetőség. Itt annyi plusz információt ad ez az oldal, hogy abban az esetben, hogyha az adott számla fel van töltve a rendszerbe, és párosítva is van, ez nagyon fontos, hogy párosítva is van, akkor itt a NAV oszlopban megjelenik egy zöld pipa, ami azt jelenti, hogy párosítva a számla. Azok a számlák, amelyeknél nincs itt a zöld pipa, gyakorlatilag nem kerültek még be a BillCity rendszerébe. Ezeknél a számláknál is meg tudjuk nézni azt, hogy milyen tételek vannak magán a számlán. Egész egyszerűen bele lehet kattintani, és akkor gyakorlatilag meg tudjuk nézni, hogy az online számlában mit jelentettek le, milyen tételek vannak a számlán, hogyha ez segítség éppen a vállalkozónak ahhoz, hogy megtalálja, hogy pontosan melyik számláról van szó, ami hiányzik. Ezen kívül itt, ami még más a kinézetben, az az, hogyha egy számla szerepel a rendszerben, akkor megjeleníti, tehát hogy ahhoz a számlához ugrik a rendszer, megjeleníti a számlának a képét, illetve a könyvelését is láthatjuk. És akkor itt még visszamegyek egy pillanatra a NAV online számlás felületre, mert még annyi új dolog van ebben ennél a felületnél, hogy most nálam nyilván nem olyan sok tétel van rajta, mert nem túl nagy az anyag vagy bármi igényem, de ettől függetlenül ugye több számlával rendelkező ügyfeleknél azért fontos lehet, hogy lehet rendezni a számlákat beküldési dátum, keltés, számlaszám alapján növekvő, csökkenő sorrendben. Gyakorlatilag ez talán a legegyszerűbb része, vagy legkönnyebben feldolgozható része az újításoknak. És akkor én rá is kanyarodnánk itt az összevont feladásra, mert az könyvelés technikailag egy sokkal érdekesebb téma. Hogyha bemegyünk most a beállítások menübe, és itt kiválasszuk azt, hogy számlafeldolgozás, akkor a számlafeldolgozásban észrevehetétek azt, hogy megjelent egy ilyen menüpont, hogy exportálás, és összevontam vagy tételesen. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy cégenként be lehet állítani a NAV online számlás számlák esetén, hogy a számla feldolgozásnál a tételes vagy az összevont adatokat adjuk el fel a főkönyvi feladáskor. Mivel nagyon sokan preferáltátok azt, hogy inkább kevesebb sorban jelenjenek meg a főkönyvben a tételek, ezért alapvetően az összevont van beállítva a cégeknél, de ezt minden további nélkül át lehet állítani tételesre is. És nagyon fontos még az, hogyha, és újrakönyvelés esetén lehet még fontos, hogyha úgy döntötök, hogy mégsem azt a feladási formát szeretnétek választani, akkor egész egyszerűen, hogyha átállítjátok, és a régi számlákat újra feladjátok, akkor a feladási fájl az mindig itt az éppen aktuális beállításnak megfelelően készül el. És akkor hát itt visszakattintom az összevontra a számlafeldolgozás beállítását, és akkor meg is mutatom, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Itt nekem van egy kis művészellátó boltos számlám, ahol hát egész sok tétel van. És hogyha én nem szeretném, hogy ezek tételenként megjelenjenek nekem mind az áfába, mind a főkönyvön, hanem csak azt szeretném, hogy tematikusan azok a tételek legyenek feladva, amiket én szeretnék külön látni, akkor abban az esetben az összevont feladást tudom választani.
Ez azt jelenti, tehát, hogy szerintem a legegyszerűbben úgy lehet könyvelni, hogyha a tételesre ránézzük, és megnézzük, hogy mi az, amiből a legtöbb van. Itt mondjuk elég sok ecset van. Akkor én ezt ecsetnek definiálom jelen helyzetben, és akkor a tételesen majd szépen kiválasztom azokat, amiket külön szeretnék felvinni. És akkor ebben az esetben, hogyha van munkaszám, akkor azt adhatunk hozzá, ha van költséghely, akkor lesz neki egy ilyen hármas költséghelye. És ezt ugye a tételesnél is mindenhova hozzá rendeli a rendszer. És itt gyakorlatban elegendő azokat a jogcímeket átírni, ahol én szeretnék valamilyen módosítást végezni. Ugye akkor mondjuk ez legyen vászon, ez meg legyen egyéb anyag. Tehát, hogyha ezt így átjogcímeztem, akkor itt meg fog jelenni két plusz sorban. És gyakorlatilag, hogyha az összevont feladást van beállítva, akkor ez úgy fog kinézni, hogy három sorba fognak érkezni az adatok. Egyrészt ez az egyéb anyag, ez az ecset, és ez a vászon. Hogyha a tételest választanám, akkor értelemszerűen ezek a sorok külön jelennének meg már a feladási fájlban is. Illetve ami még itt fontos, és ez nagyon fontos, az az, hogy abban az esetben, ha használtok munkaszámot költség helyett, akkor mivel az összevont feladásnál általában csak néhány sorban van, hol egy sorban van az egész számla, mert ugyanaz a témáról szól az egész számla, akkor sok esetben egybe adjuk fel az egészet. Abban az esetben adja át a rendszer a megjegyzést, a költséghelyet, illetve a munkaszámot, hogyha az egy összevont sorban lévő feladás, tehát hogyha itt mind a bruttó 1990 forint és a 423 forint áfához tartozó tételeknél, ugyanaz a költséghely és munkaszám és megjegyzés van megadva. Hogyha ez nem történik meg, akkor nem fogja feladni a rendszer. Nem a számlát nem fogja feladni, hanem ezt a kiegészítő adatot. Tehát a legegyszerűbb mód itt, hogy ne hibázzatok, vagy ne hibázzunk, az, hogy az összevont oldalon adjuk meg a munkaszámot is, meg a költséghelyet is, meg a megjegyzést. És akkor ebben az esetben nem érhet ilyen probléma, hogy valamelyik információ elmarad a feladási fájlból. Igen, hát ez gyakorlatilag erről szól, ez az összevont feladás. Akkor most ezt így el is mentem. És akkor itt végül, de nem utolsó sorban lett még egy olyan újítás végezve, hogyha emlékeztek, akkor úgy volt a NAV online számlás feladás esetén, hogy olyan áfa százalékkal rendelkező jogcímeket ajánlott csak fel a rendszerkönyvelésre, amilyen áfa százalékkal rendelkezett az adott tételsor a NAV online számlás rendszerben. Most ez okozott problémát, elég nagy problémát az aranymentes cégeknél. Emiatt ez olyan szempontból javítva lett, illetve lett egy ilyen plusz opció, hogy most már az AM jelzési jogcímeket, tehát hogyha most nem emlék a jogcímbe, hogy nem mutassam, tehát hogy mondjuk van egy ilyen szaklap. Tehát itt azokat a jogcímeket, ahol az alanyimentes van kiválasztva, azt most már hozzá lehet rendelni bármilyen áfakóddal érkező tételsorhoz, ugye annak érdekében, hogy jól jelenjen meg az áfa szerint. Illetve ami még fontos, hogy ugye volt egy olyan lehetőség, hogy az áfakód teljesen üres volt. Ez itt a legfelső sorban, ez, ami nincs semmi, ezt hívjuk üresnek.
ezt is hozzá lehet rendelni bármelyik tételsorhoz. Az üresnek ugye annyi az eltérés az alanyimentes és az üres közt, hogy az üresnél tényleg nem ad át semmit, tehát semmilyen áfaldatot nem ad át a rendszer. És akkor gyakorlatban, hogyha ezt nézzük, akkor én itt be is tárasztam egy számlát, hogy itt például 5%-os áfája van ennek a számlának, és itt minden további nélkül hozzá tudunk adni alanyimentes áfakódot, és el tudjuk menteni. Ugye abban az esetben, hogyha alanyimentes az ügyfél, akkor csak így lehet jól könyvelni ezeket az áfamentes számlákat. És akkor gyakorlatilag szerintem ezek voltak azok az információk, amik újak az új rendszerben. Nem tudom, hogy van esetleg kérdés ezzel kapcsolatban. Mert igazából azt értem, hogy 8-an vagyunk, de nem nagyon látok semmilyen kérdést. És cseten sincs semmi. Úgyhogy majd várom, hogy a videó alá írjatok. Köszönjük. Fontos kiegészítés még talán, hogy a jogcímajárás az most eltűnt egy picit a NAV-os számláknál, de azon dolgozom ki bűzelővel, hogy az visszatérjen akár már jövő héten, és mindenkinek elérhető lesz. Tehát nem lesznek limitek, hanem mindenkinek tételes szintű okos konti lesz gyakorlatilag. Igen. Jó, hát ha nincs kérdés, akkor köszönjük szépen a figyelmet nektek, és akkor rendszeresen ilyen kis webináriumokkal fogunk elkezdeni, tesszük a Facebookra is meg lehet nézni. Uh-huh. Meg esetleg YouTube-ra is lehetne. Úgyhogy link birtokában megnézhető legyen. És akkor nem, de tényleg valaki írt, hogy ő nem egy nagy Facebook búl, és akkor jó lenne. Oké. Okay. Hát akkor köszönjük szépen. Köszönöm.